Áram nélkül több száz család nem tudta feltölteni kártyás villanyóráját a hónap elején Siklóson és környékén. Túl sokan akarták ugyanis egyszerre feltölteni egyenlegüket, ezt a terhelést pedig a két hónapja működő rendszer nem bírta. Szerelkezve petróleumlámpákkal. Még tegnap este is ezekkel a petróleumlámpákkal világított ez a drávaszabolcsi család, miután három napig nem sikerült feltölteniük pénzzel kártyás villanyórájukat. De nem csak ők jártak így. Több próbálkozó van, változó van, 10-15, 20-30, minden nap más. És ebből kb. Mennyi sikerült? Hát nem sok. Ezt mondja ez a siklósi hírlapárus. Az elmúlt három napban folyamatosan hibát jelzett a rendszer. Többször visszajöttek, délután visszajöttek, este visszajöttek. És nem sikerült. Voltunk csütörtökön, pénteken voltunk háromszor, és ma voltunk újra. Ma viszont már nem hiába. A drávaszabolcsi asszony azt mondja, a legközelebbi feltöltőhely több mint 10 kilométerre van innen. Csak az utazgatás 4000 forintjába került. Attól tartottak, hogy hétvégére már áram nélkül maradnak. Hónap elején szoktunk nagyobb összeget, és hónap végén kisebb összeget, de van, amikor hónap közben is. Attól függ, hogy hónap elején, hogy jön össze a pénzünk. De nem csak ők kalkuláltak így, ez okozta a problémát. A hónap első napjaiban ugyanis hirtelen megugrott a feltöltések száma, ami túlterhelte a rendszert. Az elmúlt két napban tapasztaltuk ezt a problémát, és annyit látunk a jelenlegi adatokból, hogy a mai napon volt egy óráig 700 sikeres tranzakciónk. Egyelőre még elemzik a kollégák azt, hogy mennyi lehetett, ami nem sikeres. Ez a fizetési mód olyan, mint a mobilok feltöltő kártyája. A tulajdonos előre csak annyi villanyáramot vásárol, amennyit elhasznál, így nem tud tartozást felhalmozni. Az EON-nál két hónapja működik a rendszer, amit azonban még soha nem használtak egyszerre ennyien. A cégnél azt ígérik, hétfőn már minden hibátlanul működik majd.